A Szemközt vendége Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok, kérdezőtársaim Krug Emilia 168 óra és Pindrok Tamás magyar hírlap. Jó reggelt kívánok nektek is. Hát nemet mondott a Jobbik az uniós fiskális paktumra, az általa kezdeményezett népszerinti szavazás közben. Ugye az ellenzéki párt képviselő, hogy mégis gyarmat leszünk, transzparens tartottak fenn a parlamentben. Ez ugye már nem új keletű, ezt már mondták korábban is. Én ezt értem, hogy politikai hasznot húz a Jobbiknak az ilyenfajta kijelentések, de azt gondolom, hogy ha még a görög nép mondaná ezt, még inkább megérteném. De miért kell ezt az egész gyarmat? Gyarmat leszünk, leigázottak lesz az Európai Unió által ezt a retorikát folytatni? Hát ez nem retorika, vagy valami politikai haszonszerzés. Nekünk ez a véleményünk, ez a meggyőződésünk. Egyébként annyit, ha tegyük hozzá, hogy ez a kérdőjeles, transzparens, hogy mégis gyarmat leszünk, ez egy visszautalás volt arra az állítólag több százezres békemenetre, amely a kormány Magyarország melletti kiállás volt hivatott bizonyítani, és ott az volt a jelszó, hogy nem leszünk gyarmat. Nos, nyilvánvalóan mi komolyan vesszük azt, amit december 12-én az országgyűlésben Orbán Viktor mondott. Ő azt mondta, hogy ez a bizonyos pénzügyi paktum egy súlyos továbblépés a szuverenitás kérdésében. Az a formája, ami akkor volt, igen, de az már módosult. Csak rövid mondatot befejezve, és akkor természetes erre is válaszolt. Tehát elmondta azt, hogy most a monetáris unió után létrejön a pénzügyi, a teljes gazdasági, majd a teljes politikai unió, és még azt is hozzátette, hogy meg kellene gondolni a parlamentnek, hogy mérlegelje a brit álláspontot, esetleg a csatlakozás, még akkor is, ha nem tudjuk az arányt megváltoztatni, a brit az az elutasító álláspontot, amit végül a csehek is osztottak. Nos, hagyj válaszoljak, igen, hogy az nem az volt. Itt egy teljes félreértés van, tudnillik. Mindaz, ami veszélyként megjelent, ebben a 6 címből álló szerződésben újólag itt van. Csupán arról van szó, hogy Magyarország számára, mint nem eurózóna tagra, ennek a szerződésnek bizonyos részei és szankciói még nem vonatkoznak. A teljesen igaz. A legfontosabb tételei nem vonatkoznak. De miután 5 éven belül mi is kötelezettséget vállaltunk arra, mert ez hozzátartozik a szerződéshez, hogy ez az egész kormányközi szerződés az alap szerződés részévé váljon. Tehát ebben a kérdésben az, hogy ez milyen módon jelent nemzeti szuverenitás feladást, az a kérdést, majdnem azt mondom, másodlagos, hogy egyébként egy ideig ránk a szankciók nem vonatkoznak, tehát ennek a szerződésnek ez az alapüzenete nem változott. De a szigorú költségvetési politikával mi baj a Jobbiknak? Mert hogy ez alapvetően nem egy öncél, nem az unió öncélja, ez mindegyik tagországnak jó, hogyha ezt bevezeti és ehhez tartja magát. Nem lehet elmondani se a mostani, se a korábbi magyar kormányokról, hogy olyan remekül tartották volna mondjuk a hiánycélt. Természetesen bizonyos szintű költségvetési szigorra szükség van, ne szaladjon a költségvetés, de itt arról van szó, hogy itt olyan módon ad át jogosítványokat Európai Bíróságnak, Európai Bizottságnak, és olyan módon határozzák meg és egyeztetik azt, hogy egy országnak konkrétan milyen legyen a gazdaságpolitikai, milyen legyen a költségvetése, ami túlmegy azon, mint hogy valóban egy közös érdek. És a gyarmat szóra még hadd térjek vissza, és a Görögországot is említette. Görögországgal kapcsolatban a német külügyminiszter a minap jelentette ki, hogy el kéne halasztani az áprilisi választásokat, és egy szakértői kormányt, most is egy brüsszelita szakértői görög miniszterelnök van, de az is fölmerült, hogy egy olyan közvetlen Európai Bizottsági idézőjel felügyelő kellene, aki ott a pénzköltést azt figyelembe veszi. Erre mondta a Financial Times elemzője a következőt. Görögország számára, mint az unió első gyarmata, a demokráciához való visszatérés egyen lehetőség a csőd. Én nem azt mondom, hogy én azt szeretném, hogy Magyarország csődbe kerülne. Ezzel azt akartam elmondani, hogy ez a kifejezés, hogy gyarmat, ami egy nagyon erős szónak tűnik. De lényegében arról van szó, hogy egy állam meghatározó döntéseit önmaga tudja-e meghozni, vagy ki van szolgáltatva. Nyilván bizonyos jogosítványt egy közösségnek át kell adni. De az, és akkor ebbe a kérdésbe ez az utolsó mondatom, hogy hétfőn egy olyan törvényben, amely a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a kiskereskedelemről szól, az utolsó pillanatban megijedt a parlament, és azt mondta,
várjunk, hát ha ez Európai Bizottsági jóváhagyás, elhalasztottuk a szavazást, kiküldjük. Hát ha. Ez is azt jelzi, hogy olyan módon vagyunk beszorítva, ami messze több annál. Nyilván ez összefügg azzal, hogy most pénzt várunk az IMF-EU párostól. Én egyetértek azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek minden egyes mostani meghátrálása és visszalépése az eddig is főleg inkább szavakban meghirdetett gazdasági szabadságharcban, abból származik, és ezt szomorúan látjuk, Nemzeti Bank ügyében is visszalépés van, mert rájött arra, hogy talán mégis rá vagyunk szorulva erre az IMF jóindulatra, és na akkor... Na de rá vagyunk. De, hát de nem csak a... arra vagyunk rászorulva, hát mondja a uniós támogatások nem vagyunk. Az uniós támogatások évente 1500-2000 milliárd forintot tesznek ki. Önök ki akarnak lépni az unióból, illetve a Jobbik azt mondja, hogy ki kell lépni az unióból. Egyébként ez nem cinikus álláspont úgy, hogy az önök képviselői havonta 1,8 millió forintot keresnek ott kint, plusz költségtérítés. Ezt nem ajánlják föl semmiféle alapítványnak, illetve én nem tudok erről. Leszámítva a Jobbiknak a 10%-ot? Igen, tehát a pártnak fizetnek vissza, amivel nincsen semmi gond. Tehát nem cinikus úgy beszélni, ez olyan, mint a MSZNP-be is azért léptek be, hogy bontsák a pártot, ugye? De tehát egy kicsit olyan visszás. Igen, én talán... A gondolat nem önt, a gondolatot minősítem meglehetősen demagóg. A következőről van szó. Ez miért demagóg? Mert ilyen alapon azt mondhatnák, hogy az MSZP képviselők, vagy a Jobbik, miért kapja meg azt a juttatást, vagy tiszteletet a parlamentben, mint bármelyik más. Nem, én nem erre céloztam. Az Európai Parlamentnek 10 hónapig voltam tagja. Teljesen világosan ott nem úgy működik, hogy van éles elkülönülésben a néppárt meg a szocialisták vagy a baloldal, hanem van egy EU-konform, Lisszabon-konform fővonulat, és van egy ellenzék. Az ellenzéki szinten vannak két frakció, ellenzéki szinten vannak függetlenek, akik teljesen szemben állnak azzal az úttal, amit a lisszaboni szerződés kijelöl. A Jobbik képviselői ezt az ellenzéki magatartást képviselik, a magyar választók ezzel küldték oda, becsületesen csinálják a munkájukat, tehát azt mondani, hogy ennyi a tiszteletdi, mondhatnánk a néppárti képviselőkre is. Mondhatjuk, igen. Ilyen teszik a dolgukat, és azért, nem vannak, EU ellenesek. Azért vannak ott, nem Európa ellenesek, azért vannak ott, hogy ez a nagyon leegyszerűsített fogalmat használjam, hogy egy Európai Egyesült Államok irány helyett a nemzetek Európa irányába haladjon ez, a magyar választók számára az nem lenne hiteles politika, hogy mondjuk ezt a tiszteletdíjat, vagy a költségtérítés felét például ugye alapítványba befektetnék, és azt mondanák, hogy mondjuk a nyírségi közbiztonság megerősítésére, vagy az államadóság ellen befizetnék. De azt kérdezem, hogy ezt miért nem kérdezi meg Szájer József? Hát, mert ön van itt. Mert mi különbség van a között? Azt és mondja, ő nem EU ellenes. A következő. Hát a mi választóink teljesen világos programmal küldtek annak idején 2009-ben minket az Európai Parlamentbe. Amit mi meghirdettünk a kampányban, azt képviseljük kint sok egyéb más pártbeli képviselővel együtt. Ön az EU paktunk kapcsán tartott egy sajtótájékoztatót, amit úgy fejezett be, hogy ideje felkészülni az unión kívüli életre. Na most pont ma valószínűleg az Európai Bizottság javasolni fogja a pénzügyminiszterek tanácsának a 2003-as kohéziós támogatások felfüggesztését, márciusban lesz erről döntését, és amit Tamás említett, ez egy komoly érvágás, évente 1500 milliárd forintnyi pályázati pénzt hívhatunk le. Erre mit lépne a Jobbik, ha ez a pénz hiányozna? Igen. Én 500 milliárdról tudok, de az is nagyon nagy pénz. Nagyon nagy pénz, és szomorú egyébként zárójelben, hogy hagyd mondjak, hogy függetlenül ettől a döntéstől, a 2014-től induló új költségvetési ciklusban sajnálatos módon e kohéziós támogatások aránya is megváltozik, és a mi régión kevesebbet kap, és a gazdagabb ország annak többet. Ettől függetlenül nettó befizetők vagyunk, jól járunk ezzel. Hadd mondjam el. A Jobbik benyújtott egy eseti bizottság felállítására szolgáló javaslatot a parlamentnek, amelynek az lenne a célja, hogy a 2004-es belépés követően komplex módon vizsgáljuk meg, hogy mi ennek az előnye, hátránya, komplexnek van gazdasági oldala. Mert amikor azt mondjuk, hogy jönnek támogatások, nézzük meg, mennyi a befizetés, nézzük meg, hogy a vámunió kapcsán milyen bevételektől estünk el, és nem folytatom tovább, mert ennek egy komoly szakértői háttérrel lehetne megnézni egyrészt a valós gazdasági egyenletet, mennyiben a ma
magyar kiskereskedelemnek változott a helyzete, pozíciója, még nyitottabb váló gazdaság kapcsán, és nézzük meg, hogy vajon milyen mértékben csorbult az az önrendelkezés, amire bizonyos szinten szükség van. Tehát itt azt tartom szomorúnak, hogy amikor ezt a kérdést fölvetjük, és azt mondjuk igen, jön az az 500 vagy 1500 milliárd, a kormány többség nem akar tisztán látni abban a kérdésben, hogy végül is mi az erő, mi a hátrány, és azt mondom... És ha tegyük igen, fel a Jobbik, szerintem nincs ma a párt Magyarországon a Jobbikon kívül, aki azt mondja, hogy ennek a mérlegnek lehet negatív a végeredménye. Én nekem Csat Magdolna nem egy párthoz tartozó ember, ő úgy ítélte meg, és elmondta, ön jól tudja, igen, hogy úgy ítélne meg, hogy ez hátrányos. Jó, tegyük fel, mi a B-verzió, mert ugye a Jobbik mindig Kínát, meg Oroszországot emlegeti, keleti partnerek. Oroszország, Törökország, országok. Ön is emlékszik, hogy Orbán Viktor próbálta meggyőzni őket, hogy államkötvénybe fektessenek. Még az se sikerült, nem, hogy az, hogy mondjuk a légitársaságot, a Malévot kimentsék. Ha még ennyiben sem voltak partnerek, akkor miben reménykedünk? Ezt az, hogy Oroszországgal szemben sajnos Orbán Viktornak ellenzékűrő rossz politizálása volt, ez ebben szerepet játszik. Én nem felégetni kell azokat a hidakat, amelyeket minket nyugatra kötnek, hanem azt kell megakadályozni, hogy ott, hogy így mondjam, ne gyarmattartó seregek, hanem csak társzekerek jöjjenek. De még egy gondolatot engedjenek meg, hogy csak a Jobbik diagnózisa ez, hogy most egy ilyen helyzet alakult ki. Orbán Viktor a következőt mondta, szó szerint idézem, február 7-én. Ma már nem tartozik a politikai skifi világába a közös valuta bedőléséről, az Európai Unió megroppanásáról, vagy széteséséről szóló találgatások. Ha erre mi azt mondjuk, hogy Magyarország, magyar kormány ebben a helyzetben, ahol nagyon kettős mércével véve, nagyon diszkriminatív módon mi lettünk ennek a mostoha területnek még a legmostohább gyereke, mi azt mondjuk, hogy egy, készüljünk fel arra, hogyha ilyen képlékeny a helyzet, akkor mik azok a saját erőforrásaink, amivel eredményre jutnunk, és még egy követelésünk van, ahogy az máshol is fölmerül, Dániában is, hogy ezt a nagyon súlyos paktumot ne kétharmaddal, egyszerű többséggel az országgyűlés ratifikálja, hanem ebben legyen egy népszavazás. Van nekünk olyan erőforrásunk, ami kiváltja az uniós tagságunk. Köszönjük szépen. Szívesen folytatnám, és a kamerán kívül szívesen folytatom, mert van. Alelnök úr, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.